Sziasztok! Most megnézzünk egy olyan dolgot, amit az ES6 teljesen újként vezetett be. Ez egy új adatstruktúra, amit JavaScriptben mapnek hívunk. Magyarul ez térképet jelent, itt viszont most nem egy olyan térképre kell gondolni, mint a Google Map. Előjáróban, vagy inkább visszatekintésként annyit mondanék, hogy a JavaScript objektumok egy nagyon gyakori használati esete, amikor az objektum tulajdonságaiba, vagy más néven kulcsaiba tetszőleges értéket töltünk. Idegen szó, ezt úgy is mondjuk gyakran, hogy mappelünk. Ezt már egyébként számtalanszor csináltuk korábban, amikor egy objektumot hoztunk létre, és létrehoztuk a kulcsokat, vagy a tulajdonságokat, ezeknek értéket adtunk. Na most a map az gyakorlatilag nem más, mint egy szintén egy kulcsértékpárokat tartalmazó adatszerkezet, viszont ez kicsit komplexebb, jóval több lehetőség van benne. A map annyival tud többet részben, hogy a kulcs az bármi lehet, objektumoknál ugyanis csak stringek lehetnek a tulajdonságok. Mapek esetében viszont bármilyen egyszerű típust használtunk, lehet ez szám, szöveg, logikai érték, sőt még függvény és objektum is lehet egy tulajdonság, vagy kulcs. Tehát ez már jóval jobban, ugyanakkor pedig komplexebben is hangzik. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk létrehozni egy mapet JavaScriptben. Const, legyen mondjuk egy kvízjáték, hozzunk létre egy kérdés nevű mapet, tehát const kérdés egyenlő new-val hozzuk létre, és a map nagy M-mel map függvény konstruktort használjuk. Ezzel gyakorlatilag létrejött egy üres adatszerkezet, töltsük fel valamivel, ehhez mapek esetében a set metódust kell használnunk. Tehát kérdés, ugye ez a mapnek a neve, ponttal hívjuk a metódust, set, és most egy string típusú, tehát stringet adunk meg kulcsként, az lesz a neve a kulcsnak, hogy kérdés. Igazából itt nem baj, hogy ugyanazt a szöveget használtuk, vagy ugyanazt a nevet használtuk, mint magának ugye itt a mapnek, nem fog összeakadni a kettő. Tehát ez a kulcs, és akkor adjunk neki értéket, legyen mondjuk az, hogy hogy hívják a de miért reklámban szereplő kisfiút. Jó. Tehát map esetében ez a módja annak, hogy létrehozunk egy új kulcsértékpárt. És most tegyük fel, hogy beállítunk válaszokat is a kérdéshez. Ez további kulcsértékpárokat fog jelenteni. Megmutatom, hogy hogyan. Kérdés.set. És itt a kulcs az nem szöveg, hanem szám lesz. Összesen mondjuk 4 választ adunk meg. Tehát legyen egy vesző, ugye itt a válasznak az értéke, ez az 5-ön. Ezt lemásolom 4-szer, vagy még 3-szor, és akkor csak átirogatom. Itt a következő kulcs az 2-es lesz, ennek az érték legyen az mondjuk, hogy Ábel. A következő válasznak a kulcsa az lesz, hogy 3, legyen az érték, hogy Miklóska. És az utolsó lehetséges válasznak a kulcsa az 4 lesz, érték pedig Nándi legyen. Létrehozunk még egy külön kulcsot a jó válasznak is a következő módon. Kérdés.set. Itt legyen az a kulcs, hogy helyes, az értéke pedig az, hogy 2. Tehát ebből láthatjuk, hogy itt a 2-es válasz lesz a helyes. Most nézzük meg, mi történjen akkor, hogyha a válasz helyes, és akkor, hogyha helytelen. Ezeket szintén egy-egy kulcsértékpárral adjuk meg. Kérdés.set. És itt true lesz a kulcs, az értéke pedig az lesz, hogy helyes válasz. Másik pedig kérdés.set. Az érték az, hogy kulcs. Kulcsnak a neve az lesz, hogy false. Tehát itt logikai értékeket használunk kulcsként. A válasz pedig az, hogy nem talált. Gyakorlatilag ezzel a teljes adatszerkezet készen van, ami a kvízjátékunkhoz kell. Most nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy map adatstruktúra a konzolban. Ehhez frissítsük ugye a böngészőablakot, és írjuk be, hogy kérdés, nyomunk egy Entert, és akkor láthatjuk, hogy itt van ez a map adatszerkezetünk. Ha ezt lenyitottam, akkor látszik, hogy itt van maga ez az, hogy map. Itt vannak ugye a tételek, tehát a kulcsok, a kérdés, akkor itt vannak a válaszok, itt van a
helyes, illetve a true esetében, hogy mit írjon ki. Itt van a helyes válasz, és itt van, hogy true és false esetében mit írjon ki. És itt látható, hogy ennek az adatszerkezetnek a prototípusa az, hogy map. Egyébként megfigyelhetjük, hogy a korábbi videókban talán itt még az volt, hogy aláhúzás, aláhúzás, proto, aláhúzás, aláhúzás, tehát itt most ugye a Chrome-nak a legújabb verziójában, itt most már prototype-ként jelenik meg a konzolban. No, tehát akkor így néz ki a map, láthatjuk az összes elemet, és azt is tehát, hogy a prototípusa az egy map. A kérdés most az, hogy hogyan tudunk hozzáférni a mapnek az egyes elemeihez. Az elemeket a set metódussal állítottuk be, és ennek van egy ellenpára is, a get metódus, amivel le tudjuk kérni az egyes elemeket. No, írassuk ki a konzolba magát mondjuk a kérdést. Tehát console.log, és akkor kérdés, ugye ez a mapnak a neve, ezen keresztül hívjuk meg a get metódust, és egészen egyszerűen paraméterként adjuk meg a kulcsnak a nevét, ami legyen a kérdés. És akkor frissítjük a böngészőt, és kiírtuk a kérdés kulcsnak az értékét, hogy hívják a de miért reklámban szereplő kisfiút. Jó, a másik jó dolog, amit mapekkel tudunk, de az objektumokkal nem, az a méret vagy a hossz lekérdezése. Tehát, hogy hány eleme van egy mapnek. Azt a size tulajdonságot tudjuk lekérezni, tehát console.log kérdés.size, tehát ez a mapnek a size tulajdonsága, és akkor azt mondja a konzol, hogy 8, tehát 8 eleme van a mapnek, a kérdés mapünknek. A mapekkel kapcsolatban van még néhány dolog, amit az elem hozzáadáson és lekérdésen kívül meg tudunk tenni. Például tudunk elemet törölni, meg tudjuk nézni, hogy van-e benne adat, létezik-e bizonyos kulcs, stb. Stb. Most nézzük meg, hogy hogyan törlünk ki egy elemet. Törjük ki például a negyedik választ. Erre a delete metódust használjuk, tehát kérdés.delete, és akkor itt megadjuk a kulcsnak a nevét. Most a négyes kulcsot törlöm ki, és hogy tudjuk ellenőrizni, ezért kérjük a kérdés mapet a konzolba, és látható, hogy itt egyébként a map szó után zárójelben szerepel egy ilyen hetes, ez már sejteti, ha előbb 8 volt, akkor most már egyel csökkent az elemszám, és itt egyébként nem is találjuk már meg a négyes választ, tehát valóban töröltük az egyik elemet, méghozzá négyes elemet. Hogyha egy mozdulattal akarjuk törni az összes elemet a mapből, arra is van lehetőség, ez pedig a clear metódus, kérdés.clear, ezt ugye paraméterként, paraméter nélkül hívjuk, és akkor nézzük meg, itt szintén, hogyha kírjuk a mapet, a kérdés mapet, akkor látható, hogy ez egy tök üres map lett, egyetlen egy eleme nincsen. Na most egy kicsit a clear-t azt most törlöm, vagyis pontosabban kommentezem. Egy kicsit intelligensebb törlést úgy tudunk csinálni, hogyha ellenőrizzük, hogy a törlés előtt, hogy létezik-e az adott kulcs. Ezt pedig a has metódussal tudjuk megtenni. Tehát ide a kérdés.delete 4 elé írok egy feltételt, hogy if kérdés.has, és ennek paraméterként a kulcsot adjuk át, tehát azt nézzük, hogy a négyes kulcs az létezik-e, és ha létezik, akkor ebben az esetben töröljük csak a négyes kulcsot. Tilassuk ki még egyszer. Kérdés. Igen. Ha lenyitom, akkor látható, hogy valóban törölt a négyes kulcs. Jó, én kommentezem az összes törlést, mire nem igazán van szükségünk, de az ugye be tudtam mutatni, hogy a set, a get, a delete, has és a clear, amivel a mapeket manipulálni tudjuk, tehát ezek a leggyakoribb metódusok. És van egy baromi fontos, hogy hasznos dolog, hogy a ciklussal tudunk végigmenni a map elemein. Ugye ezt az objektumokkal nem tudtuk megtenni. A mapen történő barangoláshoz a for each-et is használhatjuk, amint a tömböknél is. Tehát kérdés.forEach. És csak úgy, mint a tömbök esetében, mapeknél is hozzáfér a for each az aktuális elemhez, az aktuális kulcshoz, tömbnél ugye ez volt az aktuális index, és magához a teljes maphez.
Most szimplán kiratom a konzolba a kulcsokat és az értékeket egy nyílfüggvénnyel. Tehát akkor ugye kérdéspont forics, itt megadom zárójelek között a paramétereket, a függvénynek kulcsvessző érték, ugye itt van ez a bizonyos nyíl, és akkor egyetlen utasítás, ez a konzol.log. A backticket használok, mivel változókat fog bele mappelni, tehát azt mondom, hogy kulcs, kettős pont, dollárjel, kapcsolzárójel, beröm, hogy kulcs, vessző, érték, kettős pont, dollárjel, kapcsolzárójel, beröm, hogy érték, és akkor nézzük meg a böngészőben, itt nem kell egyébként konzol után pontos vessző, és akkor nézzük meg. Igen, itt ki is írta ugye, hogy itt vannak az értékek, kulcs, 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 kulcs végig, és akkor az érték. Jó. A for each-en kívül használhatjuk a for off ciklust is, ami az ES6 egy másik újítása volt, akkor nézzük meg most ezt. Én most ezt a for each-et kikommentezem, nem kell nekünk. Helyette legyen az, hogy for. Az emberről a lettel megadok egy kulcs nevű változót, tehát let kulcs. Jön az off, és maga a mapnek a neve kérdés. És akkor jöhet a törzs. Ugye mivel akkor, hogyha nem csak a kulcshoz, hanem az értékhez is hozzá akarunk férni? Tudjuk használni az ES6 másik újítását, a destruktúrálást ebben az esetben. Ehhez a for off ciklusban nem csupán szimplán a kérdést adjuk meg, mint a mapnek a nevét, hanem utána írjuk egy ponttal, hogy entries, és gömbőzárójel, mivel ez egy függvény. Az entries azt jelenti magyarul, hogy tételek vagy elemek, ez visszaadja az összes kulcs érték párt a mapből. És utána már tudjuk használni a destruktúrálást arra, hogy tároljuk a kulcsot és értéket két külön változóban. De let után ugye akkor megadjuk egy tömbként, hogy kulcs, vessző, érték. Kicsit így egyébként bonyolultabbnak néz ki, viszont logikus. Szóval az entries metódus azt csinálja, hogy visszatér az összes kulcsérték párral, és ezt tudjuk használni a destruktúráláshoz, hogy minden lépésben beletegyük az aktuális kulcsot, a kulcs és az aktuális értéket pedig az érték változóba, tehát itt minden lépésben előveszünk egy-egy kulcsérték párt. És akkor a konzolba ki tudjuk iratni, ezt kimásolom, és itt viszont ez egy utasítás, tehát pontos vesszőben le fogom zárni. Nézzük meg, hogy mit lép erre. Ugye ugyanaz történt, szépen kirattuk a kulcsokat és az értékeket. Ahelyett, hogy kiírjuk az összes kulcsérték párt, nézzük meg csak a válaszokat. Ugye a válaszokhoz mi kulcsként számot rendeltünk, tehát mi nekünk csak erre van szükségünk, ezt akarjuk kiratni. A kirátáshoz kell egy feltétel, tehát azt kell megnézni, hogy a kulcs az szám-e. Na most mi ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy ide létrehozunk egy feltételt, tehát if, használjuk a type of operátort, type of, ennek paraméterként megadjuk azt a változót, aminek a típusát le akarok kérdezni, ugye ez a kulcs, és megnézzük, hogy ez száme, tehát három egyenlőséget rakunk, és kisbetűvel végig, mérjük, hogy number, és abban az esetben, hogyha ez szám, akkor akarjuk a konzolba kiratni kulcs értékpárokat. És akkor nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Igen, most csak ugye a szám kulcsa rendelkező kulcsértékpárokat irattuk ki a konzolba. No, hogy teljesítjük a kvízjátékunkat, be kell kérni a felhasználótól a választ. Ehhez a prompt függvényt használtuk, ami nyit egy kis pop-up ablakot, amiben meg fog jelenteni egy kérdés, és arra pedig választ vár. A válasznak én létrehozok egy változót. Ezt kommentezem, ez nem kell. Ne zavarjon. És akkor, amit mondtam, a válasznak létrehozok egy változót. Const válasz egyenlő, és akkor a promptot hívom. Add meg a helyes választ.
Tehát a felhasználótól egyébként 1-től 4-ig várunk egy választ, tehát amit a kis prompt ablakon belül megad a felhasználó, az szöveges adat lesz. Ezt számmá kell alakítani, ezt pedig a parseInt függvényen tudjuk megtenni, tehát parse int, és ez az, amit a prompttól várunk. Ugye ezt adjuk meg, az egész promptot adjuk meg a parseInt paramétereként. Persze most nem csinálunk mindenre kitérő vizsgálatot, nem nézzük meg azt, hogy a felhasználó szöveget írt be, vagy bármilyen más hülyeséget, feltételezzük, hogy a felhasználó válaszként megadja, hogy 1, vagy 2, vagy 3, vagy 4. A következő lépésként pedig meg akarjuk jeleníteni, hogy helyes vagy helytelen válasz adott-e meg. Ugye meg kell vizsgálnunk, hogy a felhasználó által megadott válasz az egyezik-e a mapben tárolt helyes válaszsal. A mapből gettel lekérjük a helyes választ, és ezt összehasonlítjuk azzal, amit a felhasználó megadott, szóval úgy néz ki, hogy válasz egyenlő, 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 kérdés.get, és ugye itt nekünk a helyes kulcsot kell lekérnünk, ugye ez tartalmazza a helyes válasznak a sorszámát. Ugye ennek az eredménye egy logikai igaz, azaz true, vagy logikai hamis, azaz false érték lesz ennek az egésznek az eredménye. És most ki tudjuk használni azt, hogy mapben logikai érték is lehet kulcs, hiszen itt megadtuk azt, hogy true vagy false, és ugye ennek értéke volt az, hogy helyes válasz, vagy nem talált. Tehát ezt fogjuk kihasználni, tehát méghozzá úgy, hogy kérdés.get, és ugye ennek a paraméterre lesz az, hogy válasz, ez a feltétel vizsgálat, ami tehát vagy false, vagy true lesz. Ugye miután beértesítjük ennek a kifejezésnek az eredményét. Tehát vagy az lesz a végeredmény, hogy kérdés.get, zárójel true, vagy az, hogy kérdés.get, zárójel false. És ezt már ki tudjuk a konzolba iratni, méghozzá úgy, hogy konzol.log, és ezt az egészet berakjuk a konzol.log paraméterébe. És akkor nézzük meg, frissítés, na, és akkor adjuk meg a válaszokat, megadom, hogy 1. Oké, nem talált. Ha frissítek, legyen mondjuk 3, nem talált, frissítek, legyen mondjuk 2, helyes válasz. Jó, tehát tökéletesen működik, amit csináltunk. Ennyi volt a mapnek a bemutatása. És még egyszer összefoglalásként felsorolnám az előnyeit az objektumokkal szemben. Ugye kulcsként nem csak stringeket tudunk használni, hanem szinte bármit, ahogyan láttuk is, és ezzel kitárulnak a felhasználási lehetőségek, tehát megadtunk itt kulcsként ugye szöveget, akkor számot, logikai értéket. Akkor ugye a következő előny, hogy a map adatszerkezet beárható, mint egy tömb. Tehát itt láttuk is példát arra, hogy itt beártuk a for each-sel, akkor beártuk ezzel a for off-val, akkor le tudjuk kérezni a mapnek a méretét, ami szintén nagyon hasznos dolog. Ugye a size-ot használtuk a map méretének a lekérdezésére, ugye itt volt. És igazából könnyen hozzá tudunk adni, lekérni és törölni map elemeket, tehát hozzáadni a settel, lekérezni ugye a gettel tudtuk, akkor törölni a delete-tel, a clear-rel, és itt még a has metódus is megnéztük, ugye, hogy egy kulcs létezik-e. Tehát mindezekből látszik, hogy ez egy mennyire hatékony és nagyon hasznos adatszerkezet. Hát remélem, hogy aki az ES6-tal ismerkedik, az majd ő gyakran fogja használni. És persze ugye ez nem azt jelenti, hogy az objektumokat el kell felejteni, az objektumok is jók, viszont ugye az a map az egy jóval okosabb adatszerkezet, hogyha lehet ezt így mondani.